Sipos László több mint 25 éve foglalkozik műemlékfotózással, filmezéssel. 5 földrész 96 országában 18 ezer műemlékfotót készített, 200 órányi videófilmet forgatott. Különösen a környezet és a műemlékvédelem, a táj és a műalkotás viszonya foglalkoztatja. Én műemlékfotós voltam 20 évvel ezelőtt. Az észak-alföldi középkori templomokat kezdtem el fotózni, azután ezeknek a templomoknak a falképkincse, a freskó kincse kezdett foglalkoztatni, azután ezzel foglalkoztam, és egy olyan 5-6 éve egy sajátos hangsúlyeltolódás kapcsán az emberek váltak az én fotóim főszereplőjévé, vagy egyik főszereplőjévé, és a legutóbbi albumaim már az embereket, az ember és a sors egyetemes viszonyát, az emberek egymás közötti viszonyát helyezik fókuszba. Erre a kiállításra a művész főként a természet fotóiból válogatott. A tárlat egy sajátos, virtuális világ körüli utazás, hiszen 41 országban készültek ezek az alkotások. Az iskolában több mint 50 fotót tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítást a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület rendezte meg. 2007 óta vagyunk a minősített művészetoktatási intézmény, úgyhogy nem áll tőlünk távol a művészet, így a fotóművészet sem. A FIX Kulturális Szövetséggel pedig Kovács László úrral nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és nagyon sokat dolgoztunk már együtt, úgyhogy adott volt a lehetőség, és ezután szeretném neki meg is köszönni ezt a lehetőséget, hogy az aulában kiállíthattuk Sipos úr képeit. A tárlat megnyitóján elhangzott, az ilyen jellegű eseményeknek a művészet oktatásban és a gyerekek fejlődésében óriási szerepe van. Amikor egy művész érkezik egy intézménybe, az mindenképpen pozitív löketet ad a rendszereknek. Így van ez a fotózással is. Hallottuk a megnyitón, hogy ugye igazgatónak is vannak ilyen művészi vénái, ő is fotós. Ezáltal nagyon sok gyerek ismer az ötvösben ezt a művészeti ágat. Ezáltal amikor egy neves művésznek a kiállított anyagát láthatjuk, olyan fotókat, amely a világ különböző pontjairól kerültek ide, az mindenképpen egy olyan irányt ad a gyerekek fejében is, hogy a kezükbe veszik ezt a csodálatos eszközt, és ezeket a képeket látva egyfajta irányultságot is kapnak. Sipos László hamarosan Közép-Amerika szigeteit keresi majd fel, ellátogat többek között a természeti katasztrófák sújtotta Haitire is.